Na, sziasztok! Úgy alakult, hogy a kocsiból sikerült ugye elsőnek bejelentkeznem, mert mostanában sikerült összeszedni magamat. Egyébként csak annyi történt, hogy megreggeliztem, kávéztam, összeszedtem magamat, és itt vagyok. Egyébként ma fogunk nagy valószínűséggel idén utoljára hazamenni Debrecenbe, illetve utoljára kettesben, úgyhogy nagyon furcsa érzés. És ugye a kijárási korlátozás miatt este 8-ra haza kell érnünk, ami azt jelenti, hogy hamarabb kell indulnunk, mint egyébként tennénk, de mindegy. Viszont addig még elég sok dolgom van ma, úgyhogy elsőként most elugrok az IKEA-ba, meg az valami elektronikai boltba. Extreme Digital, azt hiszem, honnan rendeltem egy párolót, amit egy ilyen digitális párolót, amit majd az Insta oldalamon nyerhettek meg Mikulás napján. Szóval ezért el kell mennem, az IKEA-ban pedig képkereteket kell vennem a babaszobába. Most már egyébként tök szépen alakul az egész szoba, viszont még nem vagyok kész, úgyhogy még várok azzal, hogy megmutathassam, de amint minden fontos alkatrész meg lesz, mert valamit mondjuk AliExpress-re rendeltem, és tovább tart megírni, meg stb. Szóval, ha minden meg lesz, akkor majd csinálok egy ilyen bemutatót, mert már én is izgatott vagyok miatta, hogy így egyben lássam az egészet. És utána, ha hazajöttem, akkor még meg kell főznöm, meg be kell fotóznom két receptet, azt hiszem, meg megírnom egy csomót, mert hogy igyekszem most kihasználni ezt a novembert és előre készülni, hogy decemberben és januárban viszonylag kevesebb munkám legyen, mert hát idő nem sok lesz nyilvánvalóan. Szóval ilyenek vannak, meg nem ártana még kitakarítani sem, meg összepakolni a bőröndömet, meg ilyenek, de mindegy, ezekre majd visszatérünk, hogyha hazatértem, szóval most irány először az IKEA. Hát magamat is meglepő módon gyorsággal készlettem, beszereztem a három képkeretet, remélem, hogy jó menetet vettem, bár tegnap lemértem a képeket, úgyhogy ha minden igaz, akkor igen. Illetve megvan a kis pároló is, úgyhogy ha esetleg szeretnétek egy ilyet nyerni, akkor mindenképpen kövessétek az Instagramot, és december 5-én figyeljétek. Én mit nem adtam volna egy ilyen párolóját, amikor versenyeztem, meg diétáztam, meg stb. Tehát is zsadék nélkül készül benne zöldség, burgonya, rizs, hal, hús, stb. És a legjobb szerintem az, hogy be lehet időzíteni, és nem kell foglalkozni azzal, hogy odaége vagy sem. Szóval az airfryer mellett szerintem ez is egy ilyen szuper hasznos kis konyhai eszköz, de erről ennyit. Még parkolóhelyet is nagyon gyorsan találtam, úgyhogy nem tudom, hogy mi van ma, ez az én lucky day-em. Úgyhogy ha már sikerült ilyen jól beosztani az időmet, akkor megyek és csinálom tovább a dolgaimat. Mutatni akarok még nektek is valamit, mert hogy általában nekem nem szokott adventi kalendáriumom lenni. Néha előfordul, hogy anyától még mindig kapok, de mióta nem lakok otthon, azért azóta annyira nem jellemző. De én mindig szoktam venni Andrésnek, mert szerintem azért tök jóból így, ha, akkor is, ha már elmúltunk 25 évesek, így nyitogatni minden nap a kis ablakokat. De képzeljétek, idén én is kaptam egyet, és alig várom, hogy elkezdjem, úgyhogy megmutatom gyorsan, hogy illetve majd fenn megmutatom, hogy mik azok, amiket kibontogathatok majd decembertől. Na gyorsan össze is raktam őket, és annak ellenére, hogy konkrétan a legolcsóbb, legegyszerűbb 395 forintos keretet vettem, nagyon elégedett vagyok vele, mert baromi egyszerű volt összerakni, és szerintem abszolút nem tűnik gagyinak vagy ilyesmi. A képekről pedig szintén ez mutató el, egyébként ezeket AliExpressről rendeltem, és azt hittem, hogy valamilyen gyenge papír lesz, ehhez képest tök szép pásznom van, és szerintem halál cuki mindegyik. Úgyhogy ezek jó ételek voltak. Szóval gondoltam, behelyezkedik ide a babaszobába, és megmutatom a kalendáriumot, ami extra nagy, úgyhogy alig fér bele a kézbe is. Ezt egyébként a Mixi csapatától kaptam, aki ezt a videót támogatják, és nagyon szépen köszönöm, hogy idén nekem is lehet adventem. Más lesz ez a karácsony idén teljes mértékben, mint az összes eddigi. Majd mindjárt elmesélem, hogy miért, meg hogy fog kinézni, de előtte megmutatom akkor ezt a dobozt, ami egyébként egy ilyen nagy hatalmas kartonban van, és utána lehet kinyitni, mert még ezen kívül is így széthajtható, és akkor itt vannak benne ugye beszámozva 1-től 24-ig teljesen szétszórva a kis napok, ugye elsőjétől a karácsonyig. Szerintem most egyet vagy kettőt azért ki fogok inni, csak hogy megmutathassam, hogy mik vannak benne, de a többivel megígérem, nem fogok csalni, és mindent aznap nyitok majd ki, amikor kell. Egyébként a tartalmát illetően itt vannak hátul, hogy mik vannak benne.
Hát elég sok fajta dolog, azt mindegyiken látom a nagybetűvek jelve a gluténmentes, de egyébként ilyen különböző szeletek, vannak benne nyers szeletek, tehát ilyen datojás szeletek, vannak benne sült zabszeletek, ilyen fehérjeszerű szeletek, felolvasok párat, mondjuk van itt egy datojaszelet földi mogyoróval és rizsfehérjével, fekete ribizis sült zabszelet csokoládéval, magas fehérje és rost tartalmú sós karamell ízű szelet, ezt tudom, is fogja megkapni, mert imádja a karamelles dolgokat. Aztán mit nem olvastam még, magas fehérje és rost tartalmú brownie ízű szelet, áfonyás datolyaszelet, datolyaszelet banánnal és kókusszal, szóval ilyen különböző energiaszeletek vannak benne. Azt még én sem tudom pontosan, hogy néz ki, úgyhogy ezért is akarok kipontani egyet-kettőt. De azt tudja, hogy ezek nekem leginkább ilyen 10 óraira, meg uzsonnára való kis nasik lesznek. És tök szuper összetétellel, mert tényleg ezekben zappehely, ilyen liofilizált gyümölcsök, asztal gyümölcsök, meg rizsfehérje, meg hasonló alapanyagok vannak. Gluténmentes zabbehely, kesudió, rizsbehely, földi mogyoróval, szóval ilyesmik abszolút ilyen természetes összetevők. És akkor melyik szám legyen? Legyen mondjuk egy a 7-es, ami a szülinapom. Azt mondja, csak kimondhatom előre. Szerintem. Új erős karton való. Nagyon néz ki. És tök jó ízt találtam. Ez egy áfonyás mixitka, ami egy datoly alapú szelet áfonyával. És nagyon jól néz ki. Szerintem hát egy 50 g-os szelet van benne, szóval szerintem elég lakható lehet már, mint így egy kis köztes étkezést abszolút kitesz. De akár ilyen edzés előttinek is el tudom képzelni. Úgyhogy egyet már kiderítettem, és akkor még egyet kimondtok csak azért, hogy lássam több télét, mondjuk a 17-est itt alul, amit kimondtam. Aha, ebben egy picit különböző van, ez egy mixitka fitness verzió. Ez egy gluténmentes, és erre azon írva, hogy protein plusz kakaó, datoly alapú szelet, magas fehérje és kakaó tartalommal, és akkor ha jól tippelek, akkor nem, ez nem rizsfehérje, ebben teljes alapú fehérje van, szóval van benne olyan szelet szerintem, ami vegán is, bár nem vagyok biztos, ez nem az, mert ebben rendes teljes alapú fehérje van. És egy ilyen kakaós verzió, szintén 50 g-os, szintén elég masszívnak és lakhatónak néz ki, szóval ez nem az a fajta az antikalendárium, hogy csak bekapsz egy kis csokit, és akkor mész is tovább, hanem ez tényleg itt az egy étkezés, és ebből van benne összesen 24 darab, úgyhogy ha nem is minden nap fogok enni, de nyilván minden nap kinyitok majd egyet, szerintem most egy ilyen 2 hónapra nagyjából megvan a kis nasi ellátmányom. Szóval nagyon szépen köszönöm még egyszer a Mixit csapatának, és szerintem még eléggé időben vettem fel ezt a videót ahhoz, hogy ha szeretnétek ti is esetleg megrendelni, akkor még meg tudjátok is, ide fog érni december 1-ig, vagy legalábbis mindenképpen december 1-ső hetében, úgyhogy velem mennyit nyitogatjátok egészen karácsonyig a kalendáriumot. Na és akkor picit a karácsonyunkról beszél. Azt nem igazán szeretném elmondani, hogy hanyadikára vagyok kiírva, egyetlen jobból kifolyólag, hogyha esetleg nem születik meg időben a kisfiam, hanem továbbben marad, vagy ki tudja. Én nem szeretném azt, hogyha ilyen üzenetekkel bombázna akárki is, hogy nem megszültél már, ne bent van még, meg nem tudom, egybe vagy még, meg az ilyenektől biztos, hogy farmászni. Hogyha már egyébként is éppen még izgatott és idegesen még amiatt, hogy miért nem indult még be. Szóval nem szeretném elmondani, de az az egy tuti fix, hogy decemberi baba lesz, mint az anyukája. És emiatt aztán így az ünnepek eléggé átrendeződnek nekünk, akármikor is születik igazából, mert Andrissa ugyan már a 6. karácsonyunk együtt, azt hiszem,
de úgy igazán együtt-együtt még nem karácsonyoztunk, mert ugye mi a ketten debreceniek vagyunk szerencsére, tehát nem kell messze menni, de magát a szentestét, az ünneplést, azt mindig én is a saját családommal, és a saját családjával töltötte, és ugyan találkoztunk aznap, meg megajándékoztuk egymást, meg stb. Ezért mégsem volt ugyanaz, pláne, hogy nekem nagyszüleim Debrecenben laknak, az ünnepszülei Eger környékén laknak, tehát nagyjából azért külön töltöttük az ünnepeket. És én már nagyon szerettem volna, hogy együtt legyünk úgy tényleg, de nyilván amúgy is kevesedtünk a családunkat, tehát az így érthető volt. Viszont most, hogy idén már abszolút egy saját családunk lesz addigra, vagy a legalábbis a környékén, így aztán ez lesz az első közös karácsonyunk, az már biztos, viszont nem fogunk hazamenni Debrecenbe nyilvánvalóan. Akkor se, hogyha még bent lesz a hasonban, akkor se, hogyha egy pár napos újszülöttel, mert nyilván olyankor még nem tennénk ki egy ilyen útnak. Szóval őszintén még fogalmam sincs, hogy hogy fog kinézni a karácsony. Nyilván jönni fognak a családjaink látogatóba, de hogy mikor, meg itt tudnak-e aludni, mert azért ahhoz egy kicsi lakásban lakunk, meg tudunk egy közös ünnepelni, azt őszintén nem tudom, meg hogy tényleg melyik nap, hol leszünk, stb. Azt az egyet megbeszéltük, hogy eddig nekünk még sosem volt igazi fánk itt fent, hanem nekem van két műfenyőm is, és akkor azt szoktam felészíteni már viszonylag hamar, hogy december elején, hogy elkezdjek hangolódni a karácsonyra. Nekünk ez otthon mindig ilyen vita volt anyával, meg anyáikkal, hogy én szerettem volna már hamarabb fel, de ott az volt a hagyomány, hogy mindig 24-én hoztál Jézuska. Szóval beletörődtem, hogy na, hogyha idő fogok lakni, külön fogok lakni, akkor nekem lesz hamarabb, nálam pedig ez a hagyomány, úgyhogy ennyi. De most megbeszéltük, hogy akkor ha már ez így az első tényleg igazán közös karácsonyunk, gyakorlatilag a saját családunk, egy családként szeretnék egy igazi fát, hogyha itt is leszünk karácsonykor, vagy ha kórházban is leszünk, vagy ki tudja, hol leszünk, akkor is már elkezdünk ezt hangulódni, meg megjön az fenyő, illetve meg karácsony, meg stb. Tehát hogyha egy kicsit nem is lesz hagyományos karácsony, nem arról fog szólni, hogy sütünk, főzünk, készülünk, ajándékot csomagolunk, akkor is meg legyen hangulata, és azért ne feledkezzünk meg róla. Úgyhogy ha minden jól vagy, akkor decemberben fogunk venni egy igazi fát, és azt fogjuk feldíszíteni, ami miatt izgatott vagyok. De ezen kívül őszintén szólva mással nem nagyon készülök az ünnepekre, hát ajándékvásárlással sem állok igazán jól, mert nagyjából elszántam most az időmet, energiámat és pénzemet, hogy mindent be tudjak szerezni a babaszobába a babának, meg nekem a kórházi csomag, meg stb. Szóval abszolút ez most a prioritás és nem igazán a karácsony. Nem tudom elképzelni így sem ezt az egészet. Tényleg annyira fura, hogy decemberre már nem annyira annyira tudok programot szervezni, mert ki tudja, hogy mikor tudok még elvenni. Meg, hát, nyilván a korlátozások miatt is tök más most ez a hónap, meg ez a karácsony mindenkinek, de abszolút izgatottan várom, csak tényleg most a készülődés, az nekem nem az adventi készülődés jelenti, a naptárt leszámítva, hanem leginkább a babára való készülődést. De ennek így kell lennie, és igazából semmire sem cserélni, mert szeretem a karácsonyt, mint ünnepet, de ezt a helyzetet most még százszor jobban szeretem, szóval ez egy rendhagyó december lesz, abban egészen biztos vagyok, hogy úgy fog alakulni, arra pedig nagyon kíváncsi, de majd meglátjuk. Szóval most ennyit erről, elkezdek sütni, főzni, és a legközelebb, amit mutatni fogok, az az ebédem lesz. Ez a bédem az nem más, mint ez a
teljes körlés, ütönkörészből készült ilyen mac and cheese tészta, nem tudom milyen hivatalos neve, paradicsomszószal, csiperkegombával, meg a tetején ilyen kis fokhagymás, petrezselymes rágok vannak, ami még maradt itthon. Nagyon jól néz ki egyébként, úgyhogy most szépen ide betermelem, és aztán nekiállok kiporszívozni, meg felmosni, hogyha vasárnap este visszajönk, akkor egy tiszta lakásba érkezzünk. Na, a lakás csillog-villog, legalábbis az előző állapotokhoz képest. Én letucoltam a két bőröndünket, meg egy hatalmas szemetet a kocsiba, úgyhogy most megyek Andrisért a munkahelyére, aztán pedig irány idén utoljára a Debrecen.